Tisztelt szerkesztőség! Sajnálattal hallottam, hogy a nagy népszerűségnek örvendő Eurovíziós dalfesztiválon egy nyíltan transvestita előadó is részt tudott venni, ami önmagában megdöbbentő, és ráadásul a legtöbb szavazatot is kapta az országoktól. Sajnos Magyarország is támogatta a szavazataival a győzelmét, ami számomra nagyon fölháborító. Hol vannak ilyenkor a keresztények, miért nem emelik fel a szavukat a józan, konzervatív szemléletű emberek, hogy eddig és ne tovább. B.J. témával kapcsolatosan sok hasonló tartalmú üzenet érkezett a szerkesztőségbe. Én éreztem szellememben, hogy a tegnapi adás nagyon nagy felháborodást okozott Magyarországon is, szerintem egész Európában. Biztos vagyok benne, hogy ez el lesz nyomva, le lesz folytva, meg lesznek bélyegezve azok a személyek, akik ezzel kapcsolatosan megfogalmazzák az álláspontjukat, véleményüket, mert ez a trend ma Európában. És az egészben mondom, számomra is az a probléma, hogy ebb mögött én egy kulturális, kulturpolitikai koncepciót látok, és ez azért is megdöbbentő, mert mindenki, aki ilyen rendezvényen föllép, ennek a koncepció érvényesülése számára csak egy eszköz. Ez az egész arról szólt, előre is lehet hallom, hogy mondták ezt, sok újságíró ezt megírta, az egész arról szól, hogy ezt a életvitelt, ezt a magatartási formát fölemeljék, ünnepeljék, és ilyen módon a nagy tömegeket hozzászoktassák. Én meg vagyok róla győzve, hogy nem ebbe teszik egy ilyen személynek a mondjuk produkciójára, tömegek nem kíváncsiak, és lehet, hogy a jövőben is egy ilyen meleg bárba fog énekelni. És azt is gondolom, hogy nem valószínű, hogy ez az ember így jár az utcán, tehát ott szakállas nőként, hanem ez direkt, ez ki lett találva, ez az image, valami miatt azért, mert egy kulturális koncepció vagy kulturpolitikát akarnak elfogadtatni az emberekkel, és ezért mondtam, ezért mondom azt, hogy hát ezen el kell gondolkodni, hogy Szodomába, Gomorába akarunk élni, és mi lesz ennek az eredménye, mert ebben nem érzek se szabadságot, se jogállamiságot. És többnyire, ugye akik ezt hangsúlyozzák, ők beszélnek a jogállamiságtól, a szabadságjogokról. Miféle szabadságjogról beszélünk, amikor másoknak a jogait így nem veszik figyelembe, így sértik meg, és abszolút nem érzek egyensúlyt. Elképzelhető, hogy egy Euró dalfesztiválon egy gospel dallal valaki elinduljon. Miért? Miért? Én személyesen nem szeretném, hogy rám már ugye ez lepereg, ez a hatás, ez a kulturális agymosás, de azért a gyermekeimet, unokáimat nem szeretném, hogy ilyen emberek tanítsák, neveljék, befolyásolják. Én úgy gondoltam, hogy lehet még Európában, keresztény szellemben, bibliai normákban nevelni az fiatalokat. Nyilván ez is befolyásolta a gyermekvállalásunkat, mert szeretnénk, hogy minél több istenfélelem, istenfélő, az Urat tisztelő, szerető ember éljen Európában. És gondoltuk, a természetes szaporulat által is ehhez hozzá kell járulni, de ugyanakkor nézni kell a társadalmi, meg egyéb kulturális környezetet, hogy a keresztény nevelésnek és tanításnak a célját lehet-e jövőben megvalósítani. Ábrahámnak a története jutott eszembe. Szegény Ábrahám, illetve nem szegény, áldott Ábrahám, de milyen választási lehetőségei voltak? Szodoma, Gomora. Kánoán városai. Ott is a perverzitások mentek, ugye 5 Mózes 18-ban láthatjuk, hogy mik voltak. Ott volt Egyiptom, ahol a királya szintén egy szexőrült volt. Néha úgy tűnik, hogy Európát is bizonyos területeken szexőrültek irányítják. Ez van.
akkor ahonnét menekült Ábrahám, ahová hallani nem akar, hogy visszamenjen. Mi maradt Ábrahámnak? Kivonulás, a pusztában való élet, az Isten ígéreteibe való bizás. Szerintem ma egyetlen egy lehetősége van a keresztényeknek, hogy hiteles hívők legyenek, hogy Isten igéje szerint, bibliai ígéretek szerint élnek és szolgálják az élő Isten. Nincs más. Amen. Ma divat, és olyan emberek is beleesnek ebbe a divat áramlatba, akiknek eredetileg nem volt szándékuk, nem olyan régen egy anyuka panaszkodott, hogy a lánya először tiltakozott, aztán most már nem tudott ellenállni, mert olyan környezetben mozgott, és hát fájdalom érte, de ő is beleesett ebbe a hullámba, és ő szerette volna, ha rendesen férhez megy, családot alapít, de most már úgy tűnik, hogy erről le kell mondani, mert hölgyel érzi a jövőjét, illetve úgy gondolja, hogy a jövőben egy hölgyel tud élni. Rendben van, lehet ez választani, csak ennek megvan a következménye, de itt még egyszer azt mondom, hogy ez már nem meleg élettársi kapcsolatról szól, nem a melegházasságról van szó, hanem egy nagyon agresszív, nagyon elnyomó kultúrkámforval szó, egy olyan kulturális, illetve életmódot akarnak ránk kényszeríteni, amilyen alapvetően akarják megváltoztatni az eddigi kultúránkat, és ki akarják iktatni természetesen mindent, ami a Bibliában van. Mert ebben, ezzel a felfogással nem összeegyezhető se a teremtés története, se a Mózes könyvei, se a proféták, se az evangélium, semmi a Bibliában. A másik politikai következménye, hogy ne csodálkozzanak a radikális liberálisok, hogy egyre több idealista felfogású és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásért felelősséget érző embereket konzervatív oldalra fognak taszítani, akik egyébként nem akartak, mert egy nemzeti liberalizmust, vagy egy hagyományos, klasszikus liberalizmus alapján álltak, de látják, hogy nincsen más lehetőség, mint az, hogy kőkeményen konzervatív táborokat erősíteni kell, hogy megerősödjön a hagyományos családi felfogás, hagyományos zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson alapuló családi érték, mert nem akarjuk se a gyermekeinket, se az unokáinkat, se a nemzetünket is elveszíteni, hanem azt szeretnénk, hogy éljenek. És nekünk a világképünkkel kapcsolatosan azt kell elmondani, hogy azt látjuk, hogy ezek olyan problémák, amely nemzetnek a fennmaradását alapvetően fenyegetik és veszélyeztetik.